Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Ézsaiás próféta könyvének 56. fejezetéből a következő ige szakasszal. Ne zárkózz el testvéred elől, akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Isten azért ad olyan bűnbánati időszakokat az életünkbe, mint a böjt, hogy hozzátaláljunk. Azért ajándékoz meg minket a böjt lehetőségével, hogy felismerjük, hogy minden dolgot, ami bűnként nyomja a lelkünket, ami elviselhetetlen teherként nehezedik a vállunkra, amiből nem tudunk megszabadulni a saját erőnkből, azt elé vigyük, és letegyük az ő kezébe bizalommal, aggodalmaskodás nélkül. Ezért a helyes böjtre a szabadság, a fellélegzés jellemző, és nem az önmegtagadásból származó szenvedés. Ha csak a szenvedés részét tapasztaljuk meg, akkor nincs értelme az egésznek. Ha csak azt érezzük és arra gondolunk, hogy mi most áldozatot hozunk, hogy kiengeszteljük a bűneink miatt az Istent, akkor félreértettük a böjtöt. Emlékezzünk, hogy hogyan tanít minket az Úr Jézus a helyes böjtölésről Máté evangéliumában, a hegyi beszédben. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki hallja, ami titokban történik, megfizet neked. Nem kell tehát látványosan szenvednünk ahhoz, hogy felkeltsük Isten figyelmét. Az is rossz irány, hogyha mások figyelmét akarjuk felkelteni. Nem kell kitennünk a kirakatba sem szenvedésünket. Nem az a kedves Isten előtt, ha sajnáltatjuk magunkat, vagy ahogyan Jézus mondja, komor és eltorzított ábrázattal járkálunk. Mert egyrészt a képmutatás hibájába esünk ilyenkor nagyon könnyen, hiszen jól esik az embernek sajnáltatnia magát olykor, és Isten és ember előtt is könnyen képmutatává válunk, amikor kegyesebbnek, vallásosabbnak akarunk mutatkozni böjtölésünkkel. Másrészt, ha sokat panaszkodunk, az megterheli a körülöttünk lévőket is. Mai igényben Isten pont azt mondja nekünk, hogy az olyan böjt tetszik neki, amikor nemhogy nem terheljük meg a másikat panaszáradatainkkal, komor ábrázatunkkal, hanem éppen ellenkezőleg odafordulunk a másik emberhez. Ha nem magunkkal foglalkozunk mindenek felett, hanem képesek vagyunk megnyitni a szemünket, figyelmünket fele barátaink és testvéreink felé. Ne zárkózz el testvéred elől, halljuk az igében. Amen.